estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Hát véresen komoly témával indítjuk a mai weekendet, de azért nem kell megijedniük, és azoknak se, akik nagyon érzékenyek esetleg a tűre, vagy a vércseppekre, mert tényleg nagyon kulturált formában fogunk mindenről beszélni. Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének megyei igazgatója a vendégünk. Jó estét! Köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok! Szia Edina! Hát igazándiból azért hívtunk el, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, gyakorlatilag évszaktól független, de mégis valami miatt talán nyáron aktuálisabb. Én úgy hallottam, hogy ilyenkor nagyobb szükség van a vérre. Ennek mi az oka? Az év minden szakában folyamatosan van szükség a vérre, azért is dolgozunk folyamatosan, mert ez nem egy olyan dolog, ami hosszan eltartható, be lehet rakni, mint a befőttet spájzba vérkészletet fölhalmozni, és akkor abból nagyon sokáig gazdálkodni, hiszen a vérnek az eltarthatósága korlátozott idejű, ezért a véradás szervező munkatársak egész évben folyamatosan foglalkoznak a donor toborzással és a donoroknak a megkeresésével, véradó helyek, véradó helyszíneknek a felkutatásával, bevonásával, éppen ezért, hogy a vérkészletnek az állandósága meglegyen. Ilyenkor nyár elején az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindig közösen kampányol, ez az idén is így történt, hogy megtartsuk a donorokat a nyári időszakban. Ilyenkor van egy természetes visszaesés a véradási kedvben, ennek több tényező, teljesen objektív tényező áll a hátterében. Egyrészt a véradók is ilyenkor töltik a jól megérdemelt szabadságukat, tehát nyilván azok a munkahelyi véradások, amik nagyon sikeresek szoktak lenni, és egyébként azok a véradók, akik rendszeresen, úgymond anélkül, hogy hívnánk őket, egy belső késztetés kapcsán, mivel elhivatottak, ők letették a voksukat valami mellett, mégpedig amellett, hogy rendszeres véradók lesznek, és így fogják segíteni azokat az embertársaikat, akiket a vérükkel tudják segíteni, mert valami miatt vagy egy betegség, vagy egy baleset, vagy pedig egy műtét miatt vért kell, hogy kapjanak. Így fogják segíteni a gyógyulni vágyókat, illetve a szükségben szenvedőket. Azok jönnek tulajdonképpen, mondhatnám úgy, akkor is, hogyha nem hívjuk őket, hiszen nekik van egy belső késztetés. A mi feladatunk az, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akiknek még ez a belső hívás, ez a belső hang még nem működik, és fölhívjuk a figyelmet a véradásnak a fontosságára. Egyrészt tehát ezek a donorok, ezek az elhivatott emberek is nyáron szabadságon vannak, tehát lehet, hogy éppen aktuálisan, amikor ezeket a véradásokat megszervezzük, vagy a településükön, vagy a munkahelyükön, akkor nem tudnak éppen elmenni, tehát ők nyilván hiányozni fognak a véradók közül nyáron. Másrészt ilyenkor az allergiás megbetegedések száma miatt, aki allergia gyógyszert szed, nem tud olyankor vért adni, aki egyébként szokott vért adni. Másrészt én hozzátenném azt, hogy ilyenkor a szezonális munkák miatt a kis településeken a véradók a mezőgazdasági munkadömping miatt is elmaradnak, illetve van még egy objektívok, ez pedig a hőség, aminek most már a végére jutottunk, de a nagy melegben a nagy meleg, a forróság vissza szokta tartani a véradókat attól, hogy eljöjjenek a véradásokra. Hát ez nagyon jó, hogy mondtad, mert például én rendszeresen adok vért, és most készültem is, és sajnos szedek allergia gyógyszert, tehát azt gondolom, hogy akkor valószínűleg potyára mentem volna. De az allergia szezon végével, az első fagyok kezdetén, akkor már, ha már nem lesz a gyógyszer hatása alatt, akkor el tudsz jönni, hiszen azok jöhetnek, akik egészségesek, elmúltak 18 évesek, és 50 kilót meghaladja a testsúlyuk. Mit értünk az alatt, hogy egészségesek? Nem tud olyan krónikus, vagy bármiféle beteg, ami kizárja azt, hogy eljöjjön a véradásra. Akkor, amikor valaki eljön egy véradó helyszínre, akkor fölvesszük az adataikat, illetve hát ezt már a vérellátó szolgálat munkatársai végzik el. Ki kell tölteni egy viszonylag hosszú, nagyon részletes kérdőívet, ebben az egészségi állapotra, gyógyszerszedésre vonatkozó adatokat kérdezik meg, és utána egy egyszerű rutinvizsgálaton esik át a véradásra elszánt ember, egy egyszerű tűszúrással egy hemoglobin vizsgálatot, vérnyomásmérést tartanak, illetve hogyha kérdéses a testsúly, akkor egy testsúlyvizsgálat következik, és ezután lehet befeküdni a székekbe és nyújtani vagy a jobbot, vagy a balt,
kinek kedve szerint, vagy éppen, hogy milyen kezes, melyiket használja gyakrabban. Előtte viszont érdemes bőségesen folyadékot fogyasztani, sajnos én már jártam úgy, hogy nem sikerült. És enni. És hát igen, az evés is azt gondolom tehát fontos. Tehát a reggelizés nagyon fontos, és a folyadék pótlása folyamatosan. Erre egyébként a vérellátószolgálat munkatársai készülnek, mert egy kis nagyobb szénhidrátot biztosítanak a véraduknak, illetve a vízpótlásról is gondoskodnak, de ettől függetlenül azon a napon is, az azt követő napon is, arra, hogy a megfelelő folyadékbevitel megtörténjen, arra oda kell figyelni a véradónak. Közben itt a nézők látják is, hogy hogyan is történik. Ugye sokan azt mondják, hogy én adnék vért, de annyira félek a tűtől, meg a szúrástól, hogy biztos el is ájulok, és akkor majd még nekem kell ott vért adni. Mi lesz? Hát azoknak azt javasoljuk, hogy ne nézzenek oda, vagy húzzanak a fejükre egy vödröt, pontosan, vagy egy sapkát, vagy bármi. De egyébként, amit az elején mondtál, hogy ez a bizonyos megkeresés az azoknak szól, akik még nem elhivatottak. Én megmondom őszintén, hogy jó az, hogyha időnként például engem is fölhívnak, mert egész egyszerűen annyi sok minden van az ember életében, hogy elfelejti, de amikor kap egy személyre szóló hívást, akkor úgy érzi, hogy hoppá, akkor nekem itt most úgy kell szervezni az életemet, mert szükség van rám. A másik, ami pedig szintén nagyon, nagyon pozitív, és ezt az elmúlt évek során azt hiszem mostanában tapasztaltam, hogy amikor a vér, ami az én vérem, az valahová elindult, tehát egy műtéthez, akkor kapok egy SMS-t, hogy a mai napon felhasználják az én vérem. Hát ez egy nagyon felemelő érzés, tényleg. Én pont megható. A héten kaptam egy ilyet, én nyár elején a retrovéradás idején voltam utoljára vért adni, és majd most fogok a Vidor Fesztiválon vért adni, hiszen most 26-án, augusztus 26-án és szeptember 1-én lesz rendkívüli véradás a Vidor Fesztiválon. Nagyon jó érzés. Egyik reggel ránéztem a telefonomra, és láttam, hogy egy SMS van. El nem tudtam képzelni, hogy kitől kaptam kora reggel SMS-t, és a vérellátószolgálat SMS-e ébresztett tulajdonképpen. Hát nagyon jól indult a nap ezzel az SMS-sel, mert hogy pont felhasználták, tehát pont ez az SMS érkezett meg, hogy kiszállításra került, és jó érzés azt látni, hogy szaporodnak ezek az SMS-ek a telefonon. Igen, nagyon jó. Egy picit olyan, mint amikor egy anyai életet ad, nem? Hát valahol ez is az élethez való hozzásegítés, vagy egy minőségi élethez való hozzásegítés sok esetben. Ha már itt a Vidor Fesztivált említetted, illetve pontosan a véradást, hol és mikor, hogyan kell jelentkezni, akinek esetleg van kedve, és valóban az egészségi állapota lehetővé teszi? Az nagyon fontos, hogy aki vért szeretne adni, a személyes okmányai legyenek nála, tehát egy lakcímkártya, a személyigazolványa és a tajkártyája legyen vele, főleg az első véraduknál, meg a későbbieknél is, mert ez alapján történik az adatellenőrzés. Tehát anélkül senki nem tud vért adni. Nagyon sokszor találkozunk ezzel a problémával, hogy jönnek nagyon lelkesen például egy iskolai családi napon, egy fesztiválon a véradók, ugyanakkor nincsenek náluk a személyes okmányok, és akkor nem tudnak vért adni, tehát ez mindenképpen legyen ott a vért adni szándékozóknál. A Váci Mihály Kulturális Központ fog helyet adni ennek az eseménynek, de egyébként, aki vért szeretne adni, a www.véradás.hu weboldalon minden nap pontosan nyomon tudja követni, hogy hol van a megyében, az országban véradás, tehát aki éppen nem itt, hanem az ország másik pontján szeretne vért adni, megteheti, nagyon nagy szeretettel várjuk. És természetesen a kórházban is. Ez így van, a területi vérellátóba mindig be lehet menni hétköznapokon, és várják a országos vérellátószolgálat munkatársai a vért adni szándékozókat. Köszönjük szépen, Edina, hogy eljöttél és elmondtad mindezt. Nekünk egy kis szénhidrát sokkal folytatjuk a továbbiakban, hiszen 19. alkalommal rendezték meg Szatmárcsekén a Nemzetközi Szilva-Lekvár főzőversenyt. Itt 23 csapat kavarta a helyi, nem tudom, szilvából készült lekvárt. A ciberit addig kell állítólag főzni, amíg öreg nem lesz, hát az biztos, hogy abban van szénhidrát, úgyhogy aki vért akar adni, esetleg egy kis szilva-lekváros kenyérrel is indíthatja a napját. Nagy üstökben fő a lekvár Szatmárcsekén, ahol 18 évvel ezelőtt rendeztek először nemzetközi szilva lekvár főzőversenyt.
A megnyitó résztvevőit köszöntötte a térség országgyűlési képviselője, Tilki Attila, aki augusztus 20-a alkalmából a Szent Istváni Intel megfontosságát hangsúlyozta. Természetes, hogy egy ilyen fesztiválon is, ahol a szatmári térség hagyományos termékét, a szilvát dolgozzuk fel, és szilvalekvár lesz a ma estére. De azért nagyon fontosak azok a gondolatok, amit annak idején Imre Hercegnek, a fiának írt az Intelmek című művében István király, hiszen nekünk közéleti vezetők számára is ad egyfajta iránymutatást, mikor leírja azt, hogy semmi sem emel fel, csak az alázat, és semmi sem taszít le, csak a gőg és a kevésség. Azt hiszem, hogy minden nap életünk vezérfonala lehet. De beszél István az Intelmekben arról, hogy tisztelni kell őseink szokásait, őseink hagyományait, és egyáltalán őseinket. Az, hogy 19. éve beszélhetünk erről a rendezvényről, ez mindenféleképp azt jelenti, hogy bár települési vezetők változnak, a közösség fontosnak érzi azt, hogy amit elkezdett 19 évvel ezelőtt, az folytassa. István ezt úgy fogalmazta meg a szokásokra visszatérve a Intelmekben, hogy senki sem látott még olyat, hogy a görögök latin módszer szerint, a latinok pedig görög módszer szerint irányították volna az országot, és az utolsó részében az Intelmekben pedig a szeretetről beszél. A szeretet, ami nem csak a hatalomhoz közel lévő emberekre igaz, hanem akik a hatalomtól távolabb vannak. Hogyha szeretetre épül egy társadalom, egy közösség, akkor azért nem lehet baj. Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke, az erős közösségek fontosságát emelte ki beszédében. A magyar államiság megtestesítői azok az erős közösségek, az erős és stabil központi hatalom mellett, amelyek ezeken a településeken jelen vannak, és az ilyen és hasonló rendezvények alkalmával bizonyítják összetartó erejüket, a hagyományaiknak a tiszteletét, és azt a szándékot, hogy ezeket a hagyományokat, ezeket magukévá tegyék, és tovább is vigyék, átörökítsék az utánunk következő generációkra. Az idén 23 csapat nevezett. A környékbeli települések mellett dunántúli, erdélyi, párciumi és kárpátaljai résztvevők térnek vissza évek óta a fesztiválra. Szatmár Cseke polgármestere szerint összefogás nélkül elképzelhetetlen lenne a közel két évtizedes siker. Embert próbáló munka nem csak a szilvalekvárnak a elkészítése, hanem míg eljutunk odáig, hogy a katlanokat megrakjuk, a kis fa sátrainkat felépítjük, illetve leszervezzük a szállásokat, fellépőket, tehát iszonyatos munka, elmondhatom, úgy, mint a közmunkásainktól egész a benti köztisztviselői karig, bezárólag mindenkinek. Bár a tavaszi fagyok sok kárt tettek az idei termésben, mégis jó ízű szilvából készült a lekvár, melynek titkát nemzedékről nemzedékre átadják egymásnak a csekeiek. A titka, hogy nem tudom, szilvából jó éretből van főzve, hát a ciberézését 2-3 óra hosszáig ciberézünk, utána még 6-8 óra hosszát öregítésre meg kell még főzni, és azt körülbelül. A kétnapos rendezvényen a látogatók tájjellegű ételeket kóstolhattak, népi mesterségekkel ismerkedhettek, és számos hagyományőrző együttes bemutatóját is megnézhették a Szatmárcsekei Turisztikai Központ színpadán. Thank you.
túl vagyunk a véradáson, úgyhogy ilyenkor érdemes utána pótolni a folyadékot, egyébként előtte is érdemes inni. Hát az 5 órai tea idején igazándiból már túl vagyunk itt adásidőben, de azt gondolom, hogy egy finom teát nyáron, télen, gyakorlatilag évszaktól és időponttól függetlenül is nagyon jó inni. A Luther Teaház üzletvezetője Vojku Éva érkezett hozzánk csodálatosabbnál, csodálatosabb kis csészékkel, kellékekkel és mindenféle olyan dologgal, amiből valószínűleg nagyon jó dolog fog kisülni a végén. Szia Éva, üdvözöllek, és köszönöm, hogy ennyire, hát nagyon jól készültél, mert mindent elhoztál, amit csak ide belefért ebbe a stúdióba. Először beszéljünk már egy picit erről a gyönyörű, szép, kék színű, szerintem japán teás készletről, vagy ez valami teakészítőszer? Igen. Ugye eredetileg a teja az Japánból származik, tehát ezért gondoltam, hogy akkor egy japán készlettel fogom elhozni és bemutatni. Hát nem tudom, hogy a tejákról beszélünk-e, vagy... Szerintem igen, csak először a készletre vagyok kíváncsi. Szerintem a nézők is, ha megmutatjuk majd közelebbről, mert ez egy picit úgy néz ki, mintha egy ilyen melegen tartó edényke is lenne. És megmondom őszintén, én még ilyet soha nem láttam. Nem melegen tartó, tehát ez a szett az úgy néz ki, hogy ebben készítjük el maga a teát, ezek a poharaik, ami dupla falúak, tehát nem süti meg a kezeket, és mindig az első teát, azokat mindig leöntjük, és ezért lyukas a tárca, tehát itt látszanak a kis lyukak benne, és felajánljuk egy szentnek, aki az első teánkat meg elfogyasztja. Úgyhogy ez nem melegen tartja a teát, hanem egyébként mindegyiknek funkciója van a tea készítés során. Tehát akkor ez egy tradíció, és akkor ezen 1, 2, 3 vagy 4 lyuk található? Hát a lyukak száma az nem nélvadó, tehát az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy lyukas legyen a tárca, tehát mint ahogy itt látszik egy bambusztárca is, az is, hogy lyukas, mert hogy leöntjük az első teafőzetet, mivel kézzel készülnek, kézzel szedettek a jobb minőségű teák, és ezeket így érdemes leönteni az első főzetet és felajánlani valakinek. Túl gondolom ennek a spirituális töltetnek volt ennek valami gyakorlati célja is. Tehát, hát igen, pontosan ez a gyakorlati célja, hogy kézzel szedett maga tehát a termék. És így van. Tehát az, hogy átmossuk a teját, ennek azért egy fertőtlenítés az is a funkciója. Meg felajánlják annak, aki készítette, és aki nagyon sokat dolgozott vele, aki készítették, mert ahhoz, hogy hozzánk elkerüljön a teja, az a nagyon sok munka, és nagyon sok kitartás az, amíg hozzánk kerül a teja, és hogy ezzel megtiszteljük azt, aki elkészítette nekünk, vagy leszette nekünk a teját. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy most itt ebben az évezredben, vagy ebben az évszázadban nagyon kevés az a teafogyasztó, aki végig is gondolja a teának az útját, illetve magát azt a több évezredes tradíciót, ami ezt az italt gyakorlatilag jelenti és kíséri. És hát ma már az ilyen instant teák világában és a hideg, jeges teák világában nagyon kevesen készítenek teát, és kevesen tudják, hogy hogyan is kell jól teát készíteni. Tehát az a bizonyos menzotea, ami szerintem egyébként mindenki kedvence, én is nagyon szeretem, az is jó, de ahhoz, hogy igazán finom teát igyunk, ahhoz azért néhány dolgot nem árt tudni. Te ennek szakavatott mestere vagy, illetve hát az üzletben. Nem. Azért mégiscsak többet tudsz minni, úgyhogy ne szerénykedj. Teljesen laikus vagyok, tehát én csak szeretem maga a teát, és nagyon érdekel, ezért foglalkozom vele, tehát már 4 éve körülbelül, de hát már előtte is nagyon érdekel, és az, hogy ebben valaki mester legyen, Magyarországon egyetlen egy van. Ez nagyon sokat kell tanulni. Mindig el kell indulni egy úton, tehát miért indultunk így a teja útján, ezt szokták mondani a mesterek, mi még nagyon az elején vagyunk. Hányféle teát lehet nálatok egyébként fogyasztani? 110 féle teánk van, ezek mindegyik minőségi teák, tehát nem tartalmaznak hozzáadott adalékanyagokat, tehát maga teát
árulunk. Tehát igen, csak igen, az eredetit jó, és az igazit. Gondolom feketét, van. Fehéret, szűzet, persze, vöröset, mindenféle. Ebből csak egy érdekességet elmondanák ezt, amit szerintem elég sokan nem tudnak, hogy ugyanarról a teáról beszélünk, akár fehér tejáról, zöldről, úrungról beszélünk, vagy fekete tejáról, vagy pueáról. Ez mindig az elkészítése teljesen más. Tehát ugyanaz nem a más növényről van szó. Ugyanaz a növény, így van, csak máshogy készítik el. Tehát mindig először a fehér tejával kezdik, a zöld teja, utána jönnek a hulung teják is, fekete teják is, a puer teják. Na de azok azért az utolsók. Én addig nem hagylak téged innen elmenni, amíg nem készítesz egy olyan teát, amit mondjuk akár nálatok a teaházban is el lehet fogyasztani, vagy lehet kérni, mert hogy igaz, hogy azért tényleg szűkösek a lehetőségeink, de mégiscsak készültél. Így van. Így mit van. Fogunk én inni? Egy fehér teát javaslok. Ez egy... Mindig a fehér teja, ebben van a legmagasabb hatóanyagok, mert ez, amikor elkezdik a szedést, ezzel kezdik el. Leszedik a rügyet és a két levelet. Ennyi. Ezt végig mennek az ültetvényen, és ezeket elkészítik. Ez egy nagyon-nagyon szép teja, ez a fehér pihéstűk. Látszik is maga a teján, hogy a leveleken, hogy a rügyet és a levelet tartalmazni, és ez gyönyörűen majd ugye kifog. Jól tudom, hogy ez volt a császárok teája? Így van, ezt csak ők fogyaszthatták, mivel hogy ennek egy maga a szedése és a betakarítása is egy régebben szűzlányok szedték, hogy még majmokat is betanítottak arra, hogy szedjék ezeket a teákat, hogy minél tisztább legyen a teja. Nem megy át fermentáción, tehát ez... maga a teját fogjuk elfogyasztani. Ez egyébként az árban is megmutatkozik, hogy ez egy nagyon különleges tea? Tehát mondjuk ez a legdrágább tea a világon, vagy van ettől drágább is? Nem. Ez mindig attól függ, hogy milyen magasról szedik a teát, milyen tartományból jön, és még ez sem nérvadó. Mindig úgy van, amikor megvan a szünet, akkor vannak a tea kóstolók, akik végig mennek a teákon, végig kóstolják, és ők árazzák be a teát. Tehát ez minden egyes teát egy tea kóstoló fog beárazni. És ő fogja megmondani, hogy mi ennek az értéke, és hogy ez fehér teja lesz, vagy zöld, vagy pedig egy puer teja lesz, ez mindig akkor fog eldőlni. Hát ez nagyon izgalmas. Most akkor ebből a bizonyos fehér tea levélből mennyit kell mondjuk egy csészébe, vagy pedig egy ilyen kis kannácskába, hogyan készül? Mindig úgy van, hogy ahány fő, annyi szor megy bele egy tea kanállal, és mindig adunk egyet a kannának pluszban. Tehát, hogyha most két főre fogjuk készíteni, nagyon nehéz kimérni, tehát ugye én már is szemre meg tudom mondani, hogy az 3 gram vagy 7 gram, egy olyan 7 gram a fehér tejából az, ami így első készítésre elmegy, de ezt is hozzám fűzném, hogy így nem kell ezt így túl bonyolítani. Tehát ezt ugye az otthoni életben, ezt a mindennapjainkba kellene beépíteni. Tehát, hogy igen, most megmutatunk egy nagyon szépet, hogy hogy kell elkészíteni, de otthon a legegyszerűbb csészébe ugyanígy elkészíteni. Beletesszük, forró víz, forró és az ízesítést tekintve, közben készítsük, mert nagyon-nagyon megy az időnk, és mindenki ízlésének megfelelően ízesítheti. Nem ízesítjük. Vagy ezt nem ízesítjük. Nem, a teját. Tehát akkor itt a tejet, meg a mézet, meg a citromot, meg a mindenféle dolgokat nem, mert nem hoztam angol teát. Tehát ugye, amiket most hoztam, az japán vagy kínai tea. Ezeket nem ízesítjük. Tehát maga a teja annyira finom, hogy ezeket nem ízesítjük. Igen, nagyon különleges, hiszen elfelejtjük az ételek valódi ízét, az italok valódi ízét, hiszen mindent túl súzunk, túl cukrozunk, ugye gyakorlatilag a gyerekek mindent ketchuppal esznek, meg majonézzen, és hogy mi is van a fűszerek alatt, ezt nagyon sokszor már mi észre sem vesszük. Tehát akkor Éva közben itt ugye a kis kezecskéjével kiméri a... kézi készítésű, tehát ez, hogy a kézzel hozzányolunk a termékhez, ez teljesen természetes. Hát, akkor erre kerül még egy kis az edényt, víz, és most pedig megy bele a víz. Hát itt a beszélgetésünk végére aztán el is készül a mi kis teánk, amit majd elkortyolunk, miközben a nézők
Reméljük, hogy árgus szemekkel figyelik a következő bejátszást. Nagyon sok mindenről beszélgethetünk volna még, Éva, hiszen ugye rengetegféle tea és különlegesség van. Én azt javaslom, hogy kóstolják meg a nézők ott nálatok, a Luther Teaházban, és ott bármiféle kérdésre szerintem majd válaszoltok is a kedves nézőknek. Hát akkor köszönjük szépen! És addig, ameddig mi elkortyolgatjuk a teát, önök pedig javaslom, hogy nézzék meg Tuzsér legújabb köztéri szobrát, erről készült egy kis összeállítás. A 4 méteres acélszobor egy révész tükörképe. A köztéri mű a nagyközség központjában helyezkedik el, az itt élők őseik iránti tiszteletét fejezi ki a szimbólum, hangzott el a rendezvényen. A szobor egy tuzséri házaspár, Pitti Zsuzsanna és Boros Miklós János alkotása. A révész szobor jelkép, amely kapcsolatok létesítését és ápolását hordozza magában, emelte ki Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében. A közösségek felhasználják állami ünnepeinket, nemzeti ünnepeinket, hogy egy régóta hiányzó alkotást bemutassanak a nagy közönségnek, és hogy a művész fogalmazott, igen, az akkor látszik ennek az alkotásnak a szükségessége, hogyha a hiányát észrevesszük. Most már ez itt lesz a tuzséri, aki a következő évszázadokra, és a hiánya az nyilvánvalóan fájna a helyi közösségnek, míg a létezés az most már természetes lesz.